általában megszoktuk, hogy az ilyen túra videók elején a túrázó elmondja, hogy mit tervez aznapra, milyen utat fog bejárni. Ez egy olyan íratlan szabály. Én ezt a szabályt most megszegtem, de valami őszintén annyira örültem, hogy ilyen szép időben itt a Bükkben túrázhatok, hogy el is felejtettem, hogy kellene valamit talán mondani az elején, de szerintem bármikor lehet. Szóval itt vagyok a Bükkben, Délapád falváról Bánkúton keresztül Máinkára gyalogolok, ez egy körülbelül 30 km-es kék túrás szakasz. Most itt vagyok a Cserepeskői barlangnál, ahol van egy pecséthely, amit láttátok már, be is gyűjtöttem ezt a pecsétet. Nemrég hagytam el a Peskőt, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt. Most egy kicsit feltöltődöm, meg bejelentkezem, mert ez is egy ilyen íratlan szabály, és akkor megyek tovább Bánkútra. Fantasztikusan szép a Bükk, és habár már szeptember van, még nem látszik semmi az erdőn, az viszont látszik, hogy már kell egy felső, még az emelkedőn is elmegy. Na, de sok a szöveg, menjünk tovább. Fantasztikus egy sziklás hegyoldal, ami itt levezet a Cserepeskőtől. Általában az ember lefelé gyorsabban halad, de ezek között, a kövek között erősen meggondolandó lenne teljes sebességgel haladni. Mesebeli, mint egy Gyűrűk ura filmben. Bámulatos. Olyannyira, hogy le is tértem az útról itt a nagy bámulkodásban. Úgyhogy kaptathatok vissza a kékre.
Végül is majd 35 km előre és 1 km felfele. Vagyis tulajdonképpen 37 km túrázás és 1000 méter szintemelkedés után itt vagyok Máinkhán. Elképesztően gyönyörű volt a Bükknek ez a szakasza, a kék túrának ez a része. Szóval fordítva kellett volna mondani, a Bükknek ez a része és a kék túrának ez a szakasza. Na kezdjük újra! Végül is 31 km előre és 1 km felfele után itt vagyok Máinkhán, vagyis 31 km út és 1000 méter szintemelkedés után megérkeztem ide a faluba. Elképesztően gyönyörű volt a Bükknek ez a része és a kék túrának ez a szakasza. Úgyhogy gyertek, nézzétek meg, szuper jó!